A mediterrán térségben igen aktívvá vált a légkör, és ennek nagy nedvesség tartalmú levegője ma már alapvetően meghatározza hazánk időjárását is. Jó reggelt kívánok az M1 nézőinek, Tóth Tamás vagyok. Onnan tehát ilyenkor ősszel nagy nedvesség tartalmú légtömegek érkeznek, azaz fokozatosan a most még vékonyabb felhőzettel borított kereti tájakon is lassan-lassan záródik a felhőzet. Az elmúlt időszakban is megjelentek úgynevezett inverziós felhők, például Miskolc környékén is, Szirma besenyő térségében Béres Szabi küldött ilyen stratokumulusszal tűzdelt képet. Nagyon szépen köszönjük neki, és biztatnám önöket is, hogy a mai égképet a ború ellenére is örökítsék meg, és küldjék el nekünk a meteorfotókukac@mtva.hu e-mail címre. Visszaszorulóban tehát a késő nyáriasan meleg idő, ahogy láthatják, és Európában egyre inkább az ősz lesz tehát jellemző. Ez alól kivételt inkább csak az Ibériai félsziget jelenthet, ott viszont sokkal kellemesebb, barátságosabb lesz a mai időjárás is. Ami tehát az itthoni időjárást illeti, most nézzék csak, több hullámban érkezik a Dunántúl, illetve a Duna-Tisza közé fölé, csapadék dél-délnyugat felől. Lesznek olyan helyek, ahol tartósan esik majd az eső, de záporok, egy-egy beágyazott zivatar is előfordulhat. A Dunántúlon is végig borult lesz az ég, és többfelé csapadékos az időjárás. Erre felé tehát az éjszakához képest nem sokat emelkedik a hőmérséklet. Kelet felé, hogyha haladunk, azért magasabb hőmérséklettel találkozunk, hiszen láthatják itt különösen a kezdeti időszakban még azért szűrt napsütés lehetséges, majd ide is megérkezik az egyre vastagabb felhőzet, ám számottevő csapadék itt ma a mai napon még nem alakul ki. Ez különösen igaz lesz Párciumra, illetve az erdélyi területekre, és mindvégig a következő napokban csak Kárpát-medence délvidéki szlavóniai területei, illetve Magyarországon belül a Dél-Dunántúl kapja majd a legnagyobb mennyiségű csapadékot. Északon, északkeleten jóval kevesebb eső várható a következő napokban is, de a hőmérséklet most már az igazi őszt idézi, de kezdetben még az éjszakák hőmérséklete nem csökken jelentősen, majd a későbbiekben, amikor már vékonyabb lesz a felhőzet, tehát itt van az ősz, itt van újra. Az ősz egyik ikonikus növénye, a gesztenye, a gyermekek még a mai napig is sokat gyűjtenek belőle. A szelid gesztenyéseket, ami ráadásul tápláló csemege is számunkra, bizony az elmúlt évtizedekben komoly kártevők pusztították, nevezetesen a kéregrák nevű betegség, ami egy tömlős gombától eredeztethető. Ilyenkor vöröses színű foltok jelennek meg a kéreg vékonyabb részein, és ezek az ágak irányába terjedve az egész növény pusztulását okozhatják, viszont a klímaváltozással az elmúlt években a dióburok fúrólégy is befurakodott a diósok közé, és bizony ezeket a növényeket is pusztítja, tizedeli. Hogyha lenne egy olyan tél, amikor mínusz 15 fok közelében van hosszú ideig a hőmérséklet, akkor várhatóan a kártevők jelentősen megritkulhatnának. Én most búcsúzom, kedves nézők, viszontlátásra!